Szép napot kívánok mindenkinek! Ebben a videóban egy transzcendens függvény, teljes függvényvizsgálatát szeretném bemutatni deriválás segítségével. Egy nagyon szép függvényt választottam. Ez a függvény az fx egyenlő x négyzetszer ln x függvény. Ez több szempontból is nagyon érdekes függvény, és hát akkor nézzük, hogy hogyan kell a deriválás segítségével teljes függvényvizsgálatot végezni rajta. Először is az értelmezési tartomány, ennek a meghatározása az, ugye meg kell néznünk, hogy milyen feltételeket kell írnunk a megadott függvényre. Ugye logaritmus szerepel benne, e alapú logaritmus, éppen ezért a feltétel, amit erre a logaritmusra fel kell írni, az az, hogy a numerus pozitív, tehát az értelmezési tartomány a pozitív valós számok halmaza. A második ugye az értékkészlet, ezt még egyelőre békén hagyjuk. A harmadik az a zérus hely. A zérus helyhez a függvény hozzárendelési szabályát, elnézést, egyenlővé tesszük nullával, ugye ez egy szorzat akkor nulla, ha valamelyik tényezője nulla, egyik esetben x négyzet egyenlő nulla, másik esetben ln x egyenlő nulla, ebből x egyenlő nulla, de ez nem lehet, hiszen nem eleme az értelmezési tartománynak, az ln x egyenlő nulla pedig, mivel a logaritmus függvény szigmon, szigorúan monoton, ezért x egyenlő e a nulladikon, azaz 1. Következő a paritás, bocsánat, ez már 4-es, a paritás. Ugye a paritás vizsgálatához az f minusz x-et kell, hogy megvizsgáljuk. Ez azt jelenti, hogy minusz x-szer ln minusz x, ugye minusz x a négyzeten, bocsánat. Ezt a függvényt nem is tudjuk tovább nézni, hiszen ha az x-nél a függvény értelmezve van, akkor a minusz x-nél biztos nincs értelmezve. Ez azt jelenti, hogy ez nem egyenlő se az eredeti függvénnyel, se az eredeti függvény mínusz egyszeresével, ezért ez a függvény nem páros és nem páratlan. Amúgy, ha valaki visszaemlékszik a páros, illetve páratlan függvény definíciójára, abban volt egy olyan kikötés, hogy az értelmezési tartomány az origóra szimmetrikus számhalmaz. Itt az értelmezési tartomány az origóra nem szimmetrikus számhalmaz, tehát innen is lehetett látni azt, hogy ez nem lesz se páros, se páratlan. Nem periódikus. Ugye megbeszéltük, hogy periódikus akkor lehetne, hogyha valamilyen periódikus függvény szerepelne benne, de ebben nem szerepel periódikus függvény. Hatos, ugye határérték. Na most itt határérték. Ugye itt összesen kettő határértéket kell néznünk. Egyrészt kell egy olyat néznünk, hogy x tart 0 plusz 0. X négyzetszer ln x, ez zárójelbe teszem, hogy egyértelmű legyen. Ugye ez a baloldali vége az értelmezési tartománynak, illetve lesz egy limes x tart 0, rosszul mondom, limes x tart végtelenhez, ugye plusz végtelenhez, x négyzetszer ln x. Na most, kicsit lejjebb írom, mert valószínűleg az első egy kicsit több hely fog kelleni. Tehát limes x tart plusz végtelenhez, x négyzetszer ln x. Na most ez a második határérték egy fokkal egyszerűbbnek tűnik. Ugye az x négyzet az plusz végtelenhez fog tartani, plusz végtelenben, és az ln x is, hiszen ne felejtsük el, hogy az ln x függvény az egy egynél nagyobb alapú logaritmus függvény, aminek az alakja ugye ilyen. Tehát, hogyha én az x-el plusz végtelenhez tartok, akkor a függvényértékek is a plusz végtelenhez tartanak. Ugye plusz végtelen lesz a plusz végtelen, az plusz végtelen, tehát ez volt az egyszerűbb. Na most a másik oldal, ugye a nullának a jobb oldala, ott ez a kifejezés ez ugye nullához tart, viszont az előzőre felrajzolt ábra alapján, ugye hogyha én a nullához tartok jobbról, akkor itt a függvényértékek ugye mínusz végtelenbe tartanak, tehát ez azt jelenti, hogy ez mínusz végtelenbe tart, ez egy határozatlan alakú határérték. Ugye erre tanultuk a L'Hôpital szabályt, csak hogy a L'Hôpital szabály az nem akármilyen határozatlan alakú határérték meghatározására szolgál, hanem a végtelen per végtelen, tehát törteknek a határértékének a meghatározására. Éppen ezért először csinálunk belőle törtet. Ugye ezt úgy fogjuk felírni, hogy ln x per 1 per x négyzet, és így már ugye az ln x az mínusz végtelenhez fog tartani, az 1 per x négyzet az pedig plusz végtelenhez fog tartani, ez végtelen per végtelen alakú határérték, ebben a lépésben használom a L'Hôpital szabályt, limes x tart 0 plusz 0,
ugye az ln x-nek 1 per x, a 1 per x négyzetnek, ugye az x a mínusz másodikon, mínusz kétszer x a mínusz harmadikon a deriváltja, tehát ez limes x tart 0 plusz 0, és akkor lesz egy olyan, hogy 1 per x szorozva mínusz 1 kettedszer 1 per x köb helyett, elnézést, ugye mínusz 1 kettedszer x a köbön, hiszen ugye ez az x a mínusz harmadikon, hogyha ezt felvisszük ide a számlálóba, akkor x a harmadikon lesz, és ugye a mínusz 1 kettedre szorzó, az pedig megmarad. Ez azt jelenti, hogy limes x tart 0 plusz 0, mínusz 1 ketted x négyzet, ami ugye nullának a jobb oldalában, most már be tudunk helyettesíteni, ez nem határozott nulla, nullához fog tartani. És ezzel készen vagyunk a határértékkel. Még egy dolog, azért a jobb oldalán nézzük a nullának, hiszen az értelmezési tartományunk, ugye az R plusz, az azt jelenti, hogy a nullának a bal oldalát nem tartalmazza, hiszen a nullától csak nagyobb számok vannak ott. Hetes, első derivált. Ugye ne felejtsük el, hogy maga a függvény az egy szorzatfüggvény, szorzatfüggvényt pedig úgy deriválunk, hogy először deriváljuk az elsőt és a másikat békén hagyjuk, plusz az elsőt nem deriváljuk és a másodikat deriváljuk. Ezt ugye szebb alakra is kell hozni, azért, hogy tudjunk zérus helyet számolni, ugye itt tudunk egyszerűsíteni x-el, kapjuk azt, hogy x-szer 2 ln x plusz 1, és akkor a zérus helyét azt úgy határozzuk meg, hogy x-szer 2 ln x plusz 1 egyenlő 0, ebből ugye egyrészt x egyenlő 0, de ez nem lehet, mert nem eleme az értelmezési tartománynak, a másik esetben pedig ln x egyenlő mínusz 1 kettet, és mivel a logaritmus függvény szigorúan monoton, e a mínusz 1 kettediken, azaz 1 per gyök e, a másik zérus hely. A nyolcadik ugye a második derivált, ugye itt azt fogjuk csinálni, hogy a első deriváltot deriváljuk még egyszer, ugye ez a része, ezt fogom deriválni, ez itt egy szorzat, ez pedig egy egytagú kifejezés, éppen ezért a szorzatot ugye úgy deriválom, hogy elsőt deriválom, másodikat nem, plusz elsőt nem, viszont a másodikat igen, és plusz a végén egy egyes, hiszen az x-nek a összeg második tagjának a deriváltja egy, itt ugye tudunk egyszerűsíteni kettővel, kapjuk azt, hogy 2 ln x plusz 3. Ebből azt fogjuk kapni, ugye zérus helyet keresünk, 2 ln x plusz 3 egyenlő 0, azaz ln x egyenlő mínusz 3 kettet, azaz x egyenlő e a mínusz 3 kettediken, vagy 1 per gyök alatt e köb. Na most ezeknek a számoknak meghatározom a körülbelül értékét, hogy lássuk, hogy melyik hol van. Ugye 1 osztva gyök alatt e-vel. Az első az körülbelül 0,61. A másik pedig 1 osztva gyök alatt e köb, ez meg körülbelül 0,22 kb. Ugye ezek közelítő értékek, de azért arra nagyon jó, hogy tudjam, hogy amikor a számegyenes csinálom, akkor melyik számot hova fogom írni. Ugye most jön a számegyenes, illetve a táblázat. Ugye nem felejtem el, hogy az értelmezési tartománya pozitív valós számok halmaza. Éppen ezért, ugye ide fogom rakni a nullát, ezt azért rakom ide, mert ez az értelmezési tartománynak a vége. Ugye nincs szakadási hely, ugye van egy egyesem, ami zérus hely, az lesz itt. Van a első deriváltnak a nulla 1 per gyöké, az valahol itt van, 1 per gyöké, nem tudom miért írtam 6-ost, és van egy 1 per gyöké köb, az 0,22, az meg valahol itt van, 1 per gyök alatt e a köbön. És akkor ugye üres karika, üres karika, üres karika, üres karika, és ugye a nullát nem fogom vizsgálni, bár üres karika van ott, de ugye az nincsen benne az értelmezési tartományban, tehát egy ilyen táblázatot fogok készíteni, ahol ugye a következők fognak szerepelni. Egyrészt szerepelni fog egy olyan, hogy x első derivált, második derivált, és f. És lesz egy olyan, hogy 0, 1 per gyöké köb nyílt intervallum, 1 per gyöké köb szám, 1 per gyöké köb és 1 per gyöké intervallum,
1 per gyöké, megint hatost írtam, gyöké szám, 1 per gyöké 1 intervallum, 1 pont és 1 plusz végtelen intervallum. Ezeket szépen most behúzzuk a vonalakat, és akkor nézzük. Ugye a nulla nem szerepel a táblázatban, az nincs benne az értelmezési tartományban. Ha véletlenül belerakjuk, az se baj, csak azt ugye ki kell satírozni, mint ahogy a transzcend, vagy a lineáris tört függvénynél megszoktuk. Ugye tudjuk ellenőrizni, hogy 1, 2, 3, 4 intervallumnak kell lenni, és 1, 2, 3 pontnak, 1, 2, 3, 4 intervallum, 3 pont, rendben vagyunk. Ugye az első deriváltnak az érus helye az 1 per gyöké, tehát ide beírunk egy nullát, és akkor az első deriváltba egy 1 per gyökénél kisebb értéket, ha behelyettesítünk, ugye itt a derivált, akkor azt fogjuk kapni, mondjuk ez 0,5, kétszer ln 0,5 plusz 1, ez egy negatív szám, a 0,5-tel, ha megszorozzuk, akkor negatív marad, tehát ide azt írjuk, hogy mínusz, 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 és hogyha az 1-et behelyettesítjük, az könnyű fejben is behelyettesíteni, hiszen ln 1 az 0, ha az 1-et behelyettesítjük, akkor ez itt 0 lesz, és a végeredmény 1, tehát ezen az oldalon plusz, plusz, plusz. A második derivált 1 per gyöké köbnél 0, ugye veszek egy 1-nél kisebb, vagy a 1 per gyöké köbnél kisebb számot, ugye az 1 per gyöké köb az körülbelül 0,22, ennél kisebb számot veszek, mondjuk 0,1-et, kétszer ln 0,1 plusz 3, ez mínusz, tehát negatív szám lesz, mínusz 1,6 körül, ez azt jelenti, még rossz felé mentem, hogy itt negatív lesz, és egy nála nagyobbat, ott mondjuk az egyet fogom választani, egynek ugye továbbra is nulla a logaritmusa, kétszer nulla, nulla, meg három az pozitív, tehát itt pedig pozitív lesz a kifejezésünk. És akkor szépen először az első derivált alapján a menet, csökken, 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 nő, 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 ugye ahol az első derivált pozitívot nő, ahol negatívot csökken, megnézem, hogy vált-e előjelet az első derivált, igen, akkor van neki szélső értéke, és vagy abból, hogy milyen a menetviszony, vagy abból, hogy a második derivált pozitív, megmondom, hogy ez minimum. A másodiknál ugye konkáv, ugye szomorú, második derivált pozitív, akkor vigyorog, ott konvex, és ahol nulla és előjelet vált, ott van egy inflexiós, flexiós pontja. És akkor megnézzük magát a függvényt, ugye maga a függvény az nullát az egynél veszi fel, ugye azt láttuk, hogy a egy a zérus helye. Veszek egy egynél kisebb számot, mondjuk a 0,5-öt, ott negatív lesz a függvénynek az értéke, és veszek egy egynél nagyobb számot, mondjuk a 2-t, ha behelyettesítek, akkor ez is pozitív lesz, tehát pozitív lesz. És akkor megrajzolom ezt a függvényt. Először is ne felejtsük el, hogy most az x-tengely negatív része annyira nem fog nekünk kelleni, hiszen az értelmezési tartomány csak a nullánál kezdődik. Ugye lesz egy 1 per gyöké köb, lesz egy 1 per gyöké, meg lesz egy 1. És ugye először a határértéket nézem. Ugye a határérték nullának a jobb oldalán nulla volt a függvényünk határértéke, ez azt jelenti, hogy innen fogunk indulni, a nullából. A függvény a deriváltak, és illetve ez szerint ugye csökken konkáv, tehát így fog csökkenni, így. Egészen az 1 per gyöké köbig, ahol inflexiós pontja lesz, továbbra is az x-tengely alatt marad, továbbra is csökken, de most görbületet vált, tehát nem konkáv fog csökkenni, hanem konvex. 1 per gyökénél van neki egy minimuma, ott még mindig negatív, de elkezd növekedni, és még mindig konvex. Az 1-nél van neki egy zérus helye, ahol előjelet vált, tehát fölmegy az x-tengely fölé. Fölmegyünk az x-tengely fölé, és megnézzük a határértéket plusz végtelenben, a határérték plusz végtelen. Ez azt jelenti, hogy ez a függvény így a végtelenig fog növekedni, ez az fx függvény. Ez volt ugye a 10-es, az ábrázolás. Ebből megmondjuk a függvénynek a értékkészletét. Ugye ez az értékkészlet most nem a valós számok halmaza lesz, hanem ugye 1 per gyökénél van egy minimuma, és az a legkisebb érték. Éppen ezért az értékkészletet úgy fogjuk leírni, hogy f 1 per gyöké, tehát a gyökénél felvett függvényérték,
és plusz végtelen, balról zárt, jobbról nyílt intervallum. Nyilván azt, hogy az 1 per gyökénél a függvény milyen értéket vesz fel, azt ki lehet számolni azzal, hogy behelyettesítem. Én ezt most nem fogom megtenni. Van még egy olyan, hogy korlátosság. Ez a 11-es. Ugye alulról korlátos. Ugye a kis k az a függvénynek az 1 per gyökénél felvett minimuma. Nem invertálható, hiszen tudok olyan párhuzamost húzni az x-tengelye, hogy nem egy helyen metsz, hanem több helyen, és ez a függvény folytonos. Hát, ez volt egy transzcendens függvény, aránylag bonyolult transzcendens függvénynek a ábrázolása és jellemzése derivált függvény, vagy deriváltak segítségével. Ezt szerettem volna megmutatni. Köszönöm szépen!